Új jegy- és bérlettípust vezet be az MBK. A kisgyermekes bérlet és a 60 perces jegy július 1-től lesz elérhető. A fejlesztéssel a város célja, hogy segítse a miskolci családokat, és hogy minél többen vegyék igénybe a közösségi közlekedést. Néhány nap múlva új jegy- és bérlettípussal bővül az MBK ZRT termékpalettája. A két új díjtermék bevezetését már régóta tervezi a város, a veszélyhelyzet miatt azonban erre mostanáig nem volt lehetőség. Egy diák, úgynevezett diák bérlet áráért a Gyeden és Gyeten támogatásban részesülő miskolci lakcímmel rendelkező kismamák ilyen kedvezményesen fognak tudni utazni. Az ára a mindenkori diákbérletek árával egyezik meg, ami jelenleg 4300 forintba kerül. A kisgyermekes bérlet mellett pedig újdonság lesz a 60 perces jegy is. Ezt is már több mint 2 éve készítjük elő, több városban sikeresen bevezetésre került. Ez azt jelenti, hogy ezzel a jegytípussal az első ellenőrzést követően 1 órán keresztül lehet korlátlan átszállással utazni az MVK ZRT járatain. A 60 perces jegy elővételben 550 forintba kerül majd, az automatáknál pedig 530 forintot kell érte fizetni. A két új díjterméket a tervek szerint július 1-től vezeti be a közlekedési társaság. A szolgáltatás a város polgármestere szerint nagyban segíti majd a miskolci családok helyzetét. Nekünk alapvető célunk az, hogy erősítsük a város tömegközlekedését, hiszen ha a végső cél az, hogy zöldebb legyen a városunk, ahhoz mindenképp az kell, hogy egy magas színvonalú tömegközlekedés legyen. Bízunk benne, hogy erre a következő években a forrásaink meglesznek, és így még zöldebbé tudjuk tenni városunkat. Miskolc környezetbarát törekvéseinek eredményeként hamarosan megérkeznek azok a teljesen elektromos autóbuszok is, amelyek Komáromban készülnek. A 10 új jármű a még forgalomban lévő dízelbuszokat váltja majd.